Sziasztok! Üdvözöllek titeket, Dr. Borszéki Péter, Három Harmad új videó. Itt vagyok az SXL Fitnessben, Fogarasi úton. Ezentúl ide fogok járni, és innen fogok számotokra bejelentkezni hasznos, edzésorientált videóval. Egy ideig nem voltak ilyen videók, viszont jeleztétek, hogy lenne rá igény, úgyhogy itt vagyok, és ebben a videóban és a szuperszettekről lesz szó, milyen előnyei vannak és milyen hátrányai vannak, mert azt tapasztaltam, főleg az utóbbi időszakban, hogy sokan rosszul használják vagy túlhasználják ezeket az edzés technikai módszereket, és hogy miért, az a videóból ki fog derülni. Először is beszéljünk arról, hogy mi az a szuperszett, mit jelent az, hogy csinálsz egy szuperszettet. Most alapvetően szuperszett az az, amikor 2 gyakorlatot csinálsz back-to-back, tehát relatíve pihenő nélkül. Ez az applikációban, NoEx applikációban, link a leírásba, úgy szoktuk jelölni, hogy 10 másodperc pihenő van, mert nyilván kell valamennyi idő, hogy az egyik géptől átvánszorogj a másikig, levedd ezt a kallantyút, föltedd a másikat, de alapvetően max. 10 másodperc szünettel csinálod meg a következő gyakorlatot. Hogyha több gyakorlatról van szó, mint 2, például 3-ról, akkor tricettről beszélünk, ha pedig ennél több, akkor ez egy óriás sorozat. És milyen előnyei, milyen hátrányai vannak, mindjárt rátérünk, viszont előtte szuperszettekből is van többféle. Szóval a szuperszett, hogyha 2 gyakorlatot csinálsz, relatíve pihenő nélkül, ennek is 2 típusa van. Vannak úgynevezett agonista vagy szinergista szuperszettek, amikor olyan izmokat dolgoztatsz meg egymás után, vagy ami ugyanolyan izom, vagy ami hasonló mozgást végez. Például 2 nyomóizmot dolgoztatsz meg, tehát lehet mondjuk agonista szuperszett, mondjuk egy mell, meg egy triceps szett is, de lehet 2 triceps szett is egymás után. Ennek az ellentéte, hogyha antagonista szuperszettet végzel, akkor 2 ellentétes mozgást végző izmot fogsz megdolgozhatni, ami egyik a másiknak a párja. Tehát a triceps esetében ugye a biceps lesz, az ellentétes munkát végző izom, mellizom esetében a hátizom lesz, comb feszítő esetében a comb hajlító lesz az, ami a munkát végzi. És most már tényleg lassan rá fogunk arra kanyarodni, milyen előnyei, milyen hátrányai vannak, és miért használják a legtöbben rosszul, viszont még előtte egy percig maradjatok velem. Szóval alapvetően az izomépítésnek 3 fajta tízise van, 3 féle elmélet van az izomépítésre. Ebből a 3-ból az első, az izomsérülés, muscle damage a szakirodalomban. Egyszerűen már bebizonyosodott, hogy igazából nem ez lesz az, ami az izomépítést eredményezi, pusztán egy velejárója az izomsérülés annak, hogyha mondjuk egy keményebb edzést az ember leművel. Izomsérülés történhet akkor például, hogyha az ember elkezd egy másik sportot csinálni. Tegyük fel, hogy te mondjuk, mit tudom én, sokat edzel, de elkezdesz kosarazni. Izomlázad lesz, izomsérülés történik, mert nem arra a mozgásra használod az izmaidat, nem olyan kardió, vagy aerob vagy anaerob tartományban. Ettől függetlenül izomsérülés lehetséges, meg fog valósulni, izomépítés viszont nem valószínű. Szóval ebből a 3 teóriából a muscle damage az már ki lett lőve, nem okoz izomépítés, viszont attól függetlenül izomsérülés az meg szokott történni edzés közben, akár produktív, akár nem. Szóval összességben még nem következik ebből. A következő, ami már egy kicsikével jobb lesz, az a metabolikus stressz. Mit jelent a metabolikus stressz? Azt jelenti, hogy ha az izmaidat nem optimális körülmények között edzed meg. Ezt az optimális szóval ezt nem szeretem annyira, mert bármit rá lehet húzni, viszont ebből a kontextusban mire gondolok én itt? Például metabolikus stressz fogsz tudni generálni akkor, hogyha mondjuk ilyen blood flow restriction-t használsz, és ugye elszorítod egy kicsikét a karodat, és ezáltal nem fogsz tudni akkora erőkifejtést produkálni, viszont sokkal nagyobb lesz a vérbőség. Ugyanilyen metabolikus stressz az, hogyha egy nem teljesen kipihent izmot dolgoztatsz meg, például a hokáért, ugye most visszakanyarodnénk egy kicsikét a szuperszettekre, hogyha ti végzel egy agonista szuperszettet, szóval 2 mondjuk ugyanolyan gyakorlatot végzel, mondjuk 2 biceps gyakorlatot, akkor azáltal, hogy te nem pihented teljesen ki magadat az egyik sorozatot lezárván, mert ugye csak 10 másodperc pihenőd van, nem pedig mondjuk 2-3, ami ideálisabb lenne pihenő szempontjából, ebből adódóan te kevesebb súlyt fogsz tudni megmozgatni, viszont cserébe több ilyen metabolikus stressz, és van nagyobb ilyen metabolikus stressz generálsz, ami lehet egy mozgató rugója az izomépítésnek. Most már erre is vannak tanulmányok, amik azt támasztják alá, hogy ez se biztos, hogy így egy az egyben megállja a helyét, de ezt még nem sikerült 100%-ban megdönteni, úgyhogy mindenféleképpen megmarad ez egy módszerként, de nem a leghatékonyabb módszerként. A legesleghatékonyabb módszer viszont a mechanical tension, vagy mechanikai nyomás, mechanikai feszülés lesz, vagyis mekkora ellenállásra szemben dolgoztad meg az izmaidat. Ez következhet abból, hogy te nagyobb súllyal dolgozol, következhet abból, hogy több ismétlést végzel, de az összmunka, ami az izomra hat, az legyen nagyobb, és ez az, amit érdemes elsősorban kiaknázni. A szuperszettet viszont, ha nem jól használod, akkor ennek a metabolikus, pontosabban ennek a mechanikus nyomásnak az ellentétét fogja elérni. Mire gondolok? Most tegyük fel, hogy végzel 2 gyakorlatot, tegyük fel, hogy 2 triceps gyakorlatot végzel, mondjuk csinálsz egy ilyen keresztségás lenyomást, Ha 2 perc pihenőket tartasz közötte, akkor garantálom, hogy összességében több munkát fogsz tudni végezni. Miért? Azért, mert ha nem pihensz eleget 2 sorozat között, akkor nem fogsz tudni ugyanakkor a erőkifejtésre képes lenni. Vagyis tegyük fel, hogy tudok csinálni, mit tudom én, 30 kilóba 15-öt, de aztán nem pihenek eleget, 30 kilóban lehet, hogy nem 15-öt, csak 8-at fogok csinálni, aztán már csak 3-at, aztán már csak 1-et, szóval összességében az az összmunka, amit végeztem az izomra, az kevesebb lesz. Lehet, hogy jobban be fog tudni durranni, és sokan pont ezért preferálják a szuperszetteket, mert mindössze a bedurranás érzésére mennek rá, mert szeretik jó érzés bedurranni, és sok esetben könnyebb elérni egy bedurranást, mint valódi progresszív túlterhelést, ami az igazi mozgatórugója lesz az izomépítésnek. Szóval ez, amit az imént elmondtam, ez inkább hátránya azoknak a fajta szuperszetteknek, amikor 2 hasonló vagy kiegészítő mozgást végző, vagy ugyanilyen vagy kiegészítő mozgást végző izmokat dolgoztatsz meg, de mi a helyzet azokkal az izmokkal, amik ugye antagonista izmok voltak, szóval egymásnak a párai? Ott mi a helyzet? Ott egy picikét ebből a szempontból jó helyzet, de ez nem azt jelenti, hogy megegyező mozgású izmokat ne lehetne megdolgozni egymástán, erre is ki fog térni, hogy milyen esetekben. De most térjük egy kicsikét vissza az ellentétes mozgást végző izmokra, hogy ilyenkor mi a helyzet. Most ebben az esetben sokkal jobban fogsz tudni regenerálni. Szóval tegyük fel, hogy csinálsz egy sorozat bicepset, aztán picike pihenővel egy sorozat tricepset, és meg fogod látni, hogy nem fog csökkenni, vagy nem fog lényegesen csökkenni a teljesítményed. Ez viszont inkább én azt tapasztalom, hogy kisebb izmoknál válik be. Szóval hiába igaz az, hogy amíg az egyik izom tud pihenni, addig a más tud dolgozni és fordítva, mondjuk egy mellhát szuperszetnél, viszont másik szempont, hogy nem csak az izomzatodnak kell pihenni a 2 sorozat között, hanem mondjuk a légző szerveidnek, az egész testednek, a központi idegrendszerednek, és nem biztos, hogy kifulladás nélkül, és a kifulladáson van a hangsúly, végig tudsz csinálni egy kemény mellszettet és egy kemény hátszettet oda-vissza. Nyilván, hogyha többször végzel ilyen szetteket, akkor jó, nőhet a VO maxot például, tehát több nagyobb kardió képességre teszel szert, most egy kicsikét leegyszerűsítve, és jobban fogod bírni ezeket a szetteket. Szóval azt ne felejtsük el, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz egy sorozatnál a limitáló faktor. Nem mindegy, hogy te azért vagy kénytelen abba hagyni a sorozatot, mert mondjuk kifulladtál, vagy besavasodtál egy nagyobb ismétlés számmal operáló szettnél, vagy pedig azért, mert a célizom, amit megdolgoztatni szeretnél, az van kifáradás közelében. Illetve a bedurranás nem egyenlő a progresszióval, és sokan, pláne hobbista, pláne, hogyha terv nélkül szoktak edzeni, ezért is érdemes tervvel edzeni, és nagy szerencsétekre NoEx applikációban profinos felakott tervekkel találkozhattok, megint csak link a leírásba, de most nem ez a lényeg. A bedurranás tehát nem egyenlő a progresszióval, és sokan, pláne hobbisták, pláne azok, akik terv nélkül edzenek, azok beleszoktak ebbe esni a hibába, hogy a bedurranás az, amit célul tűzik ki, mert azzal rövid távon ugye sikereket lehet elérni. Hogy értem ezt? Úgyhogy bedurrantál, megnézed meg a tükörbe, kurva jobban vagy durranba. Csak ez nem biztos, hogy hosszú távon izmosodáshoz fog vezetni. Az fog izmosodáshoz vezetni, hogyha progresszív túlterhelést alkalmazol az edzéseidbe, vagyis időről időre próbálsz a súlyon vagy az ismétlés számon növelni, ez viszont kevésbé fog tudni megvalósulni, hogyha nem tartasz elegendő pihenőt. A szuperszettek pedig sok esetben limitálni fogják ezt a pihenőidőt, amivel te tudsz dolgozni, és ebből adódóan hiába tudsz adott idő alatt nagyobb volument bevinni, az a volumen kevésbé lesz hatékony, mert ha a mechanikus nyomás, ami az izmokra ránehezül, az kevesebb lesz. Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy a szuperszetteket teljesen hanyagolnod kéne, vagy mindenkinek minden körülmények között időpazarlás és butaság lenne. Én ezt nem állítom, én azt mondom, hogy a legnagyobb esetben próbáljunk meg ne a szuperszettekre és a bedurranásra fókuszálni, hanem arra, hogy időről időre progressziót tudjunk elvégezni a súlyok terén. Ugyanis vannak olyan esetek, amikor érdemes ilyen szuperszetteket használni. Például akár, hogyha kevesebb időd van. Tegyük fel, hogy sűrű a munkarend, csak egy fél órát, csak 3-4 órád van edzeni, és akkor sokkal jobban fogsz járni, hogyha a volument az kevesebb időre összpontosított, szóval tegyük fel, hogy mondjuk van időd 8 sorozatot csinálni, és akkor csinálsz 4 darab szuperszettet, azzal jobban jársz, mint hogyha csinálsz csak, mondjuk 8 sorozat lenne az edzésterben, jobban jársz, hogyha azt 4 szuperszettet csinálod, mint hogyha csak megcsinálsz 3 vagy 4 sorozatot, és akkor összességében fele ennyi munkát fogsz elvégezni. Szóval, hogyha szuperszettekbe dolgozol, akkor nem lesz a kétszer olyan nagykora volumen, kétszer olyan hatékony, viszont mondjuk másfélszer hatékonyabb lehet, most nyilván ez leegyszerűsítés, de ebben az esetben jobban jársz mindenféleképpen akkor, hogyha szuperszettekkel dolgozol. Illetve annak ellenére, hogy a tanulmány jellegi állása szerint a sima sorozatok jobbak tudnak lenni az esetek nagy részében, az esetek nagy az emberek nagyobb százaléka számára egyáltalán nem jelenti azt, hogy csak ilyeneket kellene csinálni. Miért? Azért, mert hogy a legtöbb ember azért úgy jár le a terembe, hogy nem egy gép, és szereti a változatosságot, szeretné magát máshogy is egy kicsikét megedzeni, és ezzel az égvilágon semmi baj nincsen. Hiába se ad mindig azt, ami a legjobb, úgymond, te se fogod a kedvenc ételet enni minden nap, előbb-utóbb azt is meg fog tudni unni. És ez is egy fontos szempont, amit szem előtt érdemes tartani, hogy jól legyen az edzésterved, amit te élvezel. Szóval, ha te nagyon szeretsz szuperszeteket csinálni, és nem zavar téged, hogy lehet, hogy nem ez lesz a leghatékonyabb módszer, akkor egészen nyugodtan csináld, sőt, még akkor is nyugodtan betehetsz az edzéstervedbe különböző szetteket, hogyha alapvetően nem ez a legjobb módszer, viszont ilyenkor is lehet értelme, úgynevezett metabolikusabb blokkokat betenni. Mit értek ezzel a NoEx-ben, amikor edzésterveket szoktunk összerakni? Általában 3 darab 4-7-es blokk szokott lenni. NoEx ugye az applikáció, link a leírásban. És itt szoktak lenni metabolikus blokkok, amikor nem annyira az erőnövekedésre állunk rá, hanem sokkal inkább a metabolikus stressznek a generálására, mert lehetséges, hogy nem ez lesz főleg naturális sportolók számára lehet a legeslegjobb módszer, viszont időnként kell a változatosság, időnként kell egy picit más ingert adj a szervezetnek, és ez nem összekeverendő azzal, hogy összezavard az izmot, mert ez egy hülyeség, ezt már 30-40 éve tudjuk, ettől függetlenül nem árt, hogyha egy kicsikét másfajta edzéstervet is végez az ember időről időre. Illetve a másik szempont, amit még szeretnék megemlíteni, hogy láthatjátok ettől függetlenül sok profi testépítőnél, hogy mondjuk szuperszetteket, triszetteket, óriás sorozatokat végez, akkor biztos nekem is ezt kell csinálnom, mert a nagy faszi a teremben ezt csinálja. Nem feltétlenül igaz, jó? Hát más lesz, más is működhet azoknak, akik mondjuk teljesítményfokozó szereket használnak, pláne akkor, hogyha mondjuk van egy inzulin protokoll. Milos Szárcsev, híres Mr. Olympia versenyző profi coach, és neki van egy veszélyesnek titulált, és valószínűleg az is, az inzulinhoz megmondom, hogy annyira nem értek, még nem olvastam utána eleget ebben a témában, viszont az biztos, hogy ezeket a módszereket, ezeket az óriás szetteket, triszetteket jobban ki lehet aknázni, az előnyeit jobban ki lehet aknázni akkor, hogyha az ember több szédrátot fogyaszt, esetleg inzulint fogyaszt, és sokkal hatékonyabban tud metabolikus stressz generálni, illetve sokkal hatékonyabban ki tudja használni ezt a fajta módszert. De azért, mert egy profi sportoló, akinek sokkal nagyobb az össz volumen bíró kapacitás és teljesítményfokozó szereket használ, esetleg inzulint használ, az nem jelenti azt, hogy neked az ő edzéstervet kellene követni, és pláne nem jelenti azt, hogy ugyanolyan eredményeket, vagy hasonló eredményeket el fogsz tudni érni vele. Jó? Köszönöm szépen, ez a videó, ez ennyi volt, remélem, hogy tetszett, remélem, hogy tudtam hasznos információkkal, tippekkel szolgálni, hogy mikor használd, mikor ne használd a szuperszetteket, és mielőtt elköszönnék, még egy nagy meglepetésem van számotokra, ugyanis február 12-ig mindössze 500 forintért rendeltitek meg a NoEx applikációnak a Pro előfizetését, link a leírásban az app 500 kóddal, február 12-ig 500 forint lesz, tehát konkrétan kevesebb ugye vitertejára, hogy mindenféleképpen nézzétek meg, ha pedig tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, kommentelj valamit, dobj egy lájkot, ha nem feliratkozva, iratkozz föl, következő idő alkalommal találkozunk, vigyázzatok magatokra, és ha szeretnétek velem találkozni, megvan rá az esélye, hogyha lejöttek az SXL-vel a Fogarasi úton. Sziasztok! Jobban fogod bírni ezeket a szetteket, de sok esetben ez nem áll fönn, és nem is kell, hogy fölálljon. Szóval, és nem is kell, hogy...